A szív- és érrendszeri szűrővizsgálatok nincsenek annyira a lakosság tudatában, mint a daganatos megbetegedéseké, pedig a legtöbb halálesetért ezek felelnek. Az extrém meleg pedig az ebben szenvedőkre a legveszélyesebb. A mai, modern eszközök már kiszűrnek olyan általános rizikótényezőt, mint a magas vérnyomás. Dr. Benczúr Béla, a Szekszárdi Balassa János Kórház osztályvezető főorvosa elmondta, a nem megfelelő vérnyomás árulkodik a legjobban az ember egészségi állapotáról. Mivel sok esetben tünetmentes, ezért a legtöbben nem is foglalkoznak vele, amíg nem történik nagyobb tragédia. Világszerte több mint 1,5 milliárd ember él magas vérnyomással, és évente 10 millió haláleset köthető a hipertóniához. Nem véletlen volt májusban ez a május a vérnyomásmérés hónapja kampány, hogy ismerjük fel azokat a rejtett, fel nem ismert hipertóniás egyéneket, akik veszélyben vannak. Na most a vérnyomás, ez a tettes, ez nem jár egyedül, mert nagyon komoly tettes társai vannak, a koleszterint, a vércukrot ide tudom sorolni, amelyek együtt sokszorosára növelik még a vérnyomás okozta kockázatot is. Hozzátette, érdemes már fiatalkortól kezdve rendszeresen eljárni szűrővizsgálatokra, ugyanis ezáltal kapható pontos visszajelzés az ember aktuális egészségügyi állapotáról. Tudjuk jól, hogy Európa legkövérebb nemzete vagyunk, gyerekkorban is már, és felnőttkorban is, és hát a cukrot, koleszterint, mindent meg kell ismerni ahhoz, hogy időben fölvegyük a küzdelmet azzal a ránk leselkedő veszéllyel. Mert ezek mögött, a rizikotényezők mögött nagyon korán kialakulva, még úgy szoktuk mondani, tünetmentes, szubklinikus formában már érrendszeri elváltozások alakulhatnak ki, de minél hamarabb ezeket fölismerjük, minél hamarabb elkezdjük a megelőző preventív kezelést, annál inkább ki lehet védeni azt, hogy egy tragédia bekövetkezzen. A megelőzés sokkal hatékonyabb és hatásosabb folyamat, mint a betegség utólagos kezelése.